benne a tilos rádió, és benne a szokolégyező. Jó reggelt kívánunk! Ez itt valóban a tilos rádió a 90,3 MHz-es frekvencia modulácsávon, illetve a tilos.hu-n, és benne pedig a szokolébresztő műsora. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, de ezúttal nem egyedül jelentkezem ám, hanem itt van velem a Skype vonal túlsó végén Werner Norbi, állandónak tekinthető szakértőnk. Szia Norbi, itt vagy valóban? Szia, szia! Nagyon jó, ő az, és egyébként persze mielőtt bárki vérszemet kapna, és beütné, hogy 2030, én nem is mondom micsoda, tehát a stúdió telefonszámot azt ne üsse be senki, mert hogy ez az adás vasárnap vevődik föl, magyar idő szerint 3:40-kor este, és hát ezúttal most nem az alternatív történelemben mélyedünk el, mint a múltkori adásban, amikor ugye a For All Mankind című sorozatból kiindulva azt boncolgattuk, hogy milyen lehetett volna az űrkutatás történelme, bár azért egy kicsit visszakanyarodunk ehhez, mert jöttek nagyon érdekes kérdések tőletek. Na de, nem ez lesz a fő témánk, hanem hát nyilván megkerülhetetlen a téma, ami a július 11-i történelmi nappal kapcsolatos, ami most vasárnap volt, vagyis tegnap, vagyis ma, amikor ezt az adást tesszük fel. Ez pedig ugye az a nap, amikor a Virgin Galactic úgymond az első szolgálatszerű magán űrugrását végrehajtotta, és ezzel az 50 mérföldes, vagyis nagyjából 80 kilométeres határ fölé juttatta azt a 6 fős személyzetet, amelyből ugye 4 fő az nem hivatásos űrhajós vagy pilóta, hanem utas lényegében, és ezek közül az egyik volt ugye maga Richard Branson, a Virgin konzorciumnak a tulajdonosa, illetve alapítója. Na és hát ez persze mindenképp egy nagy előrelépés, ugye vártuk, beszéltünk róla, de most már múlt időben beszélhetünk róla, megtörtént ez a repülés. Ugye Norbi mondta, hogy hát mindenképpen erről beszélgessünk. Én egyébként teljes mértékben lemaradtam a repülésről, mire hazaértem, addigra már leszálltak, de természetesen, hát ugye a szakértő csapatunk egy másik oszlopos tagja, az 5 éves rakétafüst, az végigkövette egyébként a repülés folyamatát. Két sugárhajtóműves repülőgépje le volt akasztva egy űrrepülőgép, ami ma fölment. Tele volt űrhajósokkal az az űrrepülőgép, és sok ideig várt le, az űr aljáig tudott sajnos csak lenni, viszont 6 utas tudott szállítani, nem 2-t, mint az őse. De még az is van, hogy a leszálláskor több autó is jött, hogy elvontassa, meg aztán meg volt nagy tömeg, kisebb, propellerjes repülőgépek, a kísérő repülőgépek, amik kísérik a hajtóműves repülőgépeket, akik az égbe fölmentek. Norbi, te szerintem nézted az egészet, igaz? Vagy legalábbis biztosan jobban képben vagy, mint én, aki ilyen módon lemaradtam a történelmi eseményről. Úgyhogy léci, mesélj erről, hogy mit jelent tulajdonképpen ez az egész mai nap, meg miért fontos, illetve hogy mi történt Új-Mexikóban, amit te nagyon szeretsz. Mondtad, hogy az egyik kedvenc helyed Amerikában Új-Mexikó, ahol történt ez a repülés, és ugye ezt jól gondolom, hogy te nagyon szereted ezt a sivatagos természeti környezetet. Igen, igen. Ez a repülés az úgynevezett Spaceport Amerikáról történt, Új-Mexikóból. Egy olyan városka mellett van ez a hely, amit úgy hívnak, hogy Truth or Consequences, ami azt jelenti, hogy igazság vagy következmények. Ennek a város... És konkrétan ez a neve a városnak? Igen. Ez valóban ez a neve a városnak. Igazság vagy következmények. És hát innen történt a repülés, 17 évvel azután, ahogy a Spaceship One megkapta az Ansari X-Prize-t,
A Spaceship One volt az első olyan űrhajó, ami megjárta kétszer egy rövid időn belül a világűrt, és hát Richard Branson ott volt annál a repülésnél, és hát akkor azt vártuk volna, hogy ő a Spaceship Two-ban, ami ennek a 17 évvel ezelőtti repült űrhajónak a továbbfejlesztett változata tulajdonképpen, azt vártuk volna, hogy pár évvel később fog repülni, nem 17 évvel később. Úgyhogy a csúszás itt nagyon nagy, viszont ez egy nagyon fontos pillanat, mert még ezután lehet, hogy lesz ez éven két tesztrepülés, de utána ez az űrhajó elkezd rendszeresen turistákat hordani a világűr szélére. És rendszeresen az azt jelenti, hogy minden nap fognak ezek az űrhajók repülni, azt állítja Richard Branson. Minden nap? Úristen. Minden. Na most egyébként hány eszközről beszélünk? Mert ugye a mostani repülés az a Unity nevű Spaceship Two példány volt, amit az Eve, vagyis Eva nevű hordozó repcsiről engedtek le, aminek egyébként fun fact, a pilótája, mármint ennek a hordozó repülésnek, ugye a NASA egyik legendás űrhajósa volt, Rick Starko, aki ugye sokszor volt fönt a világűrben, Frederick C.J. Starko, és de ugye ez nem maga a Spaceship Two volt, a Unity, hanem a hordozó repülőgép. Igen, szóval, hogy van is, hogy az űrhajós fér nem az űrhajóban ült. Igen, de egyébként aki egyébként az űrhajónak a pilóta, ugye, na még egyszer, tehát ez úgy néz ki, ez a furcsa kis cucc, hogy igen, ezt egy hordozó repülőgép emeli föl, de már ameddig ők fölmennek, az már magasabban van, mint ahol a szokásos utasszállító repülőgépek szoktak közlekedni. Tehát az már a stratoszféra aljára úgymond felviszi. 14 kilométer magas. Így van, 14 kilométer, nem is annyira aljára a stratoszférának, hogy már rendesen bele. Tehát az már majdnem olyan másfélszer magasabban van, mint ahol szoktak közlekedni a sima repülőgépek, és egyébként a rakétafüst által lőtt screenshotokból jól látható, hogy már abban a magasságban is úgy érzi az ember, hogy már ott sötétebb az égbolt, azért lényegesebben, mint szokott. És akkor onnan leengedik ezt a... Tehát kioldják, mint egy bombát, úgymond, vagy mint az X sorozatnak a híres kísérleti repülőgépeit, kiengedik ezt a repülőgépet, ezt a Spaceship Two Unity-t, ebben az esetben ez a Unity nevű példány, és akkor az bekapcsolja a hajtóműveit, ha minden rendben megy. Nem volt ez mindig így, ugye majd arról beszélünk, és akkor utána elindul a repcsi, ami egy űrrepülőgép, és az elején tényleg ül kettő darab pilóta, akik hivatásosak, akikből az egyik már volt fönt, tehát most a pilóták, most olvasom, az pont ennek a Virgin Galactic cégnek a főpilótája Dave McKay volt, és mellette a másodpilótája volt Michael Masucci, ők ketten ültek elől. Most ők hivatásosak, ő nélkülük ez a cucc, ez nem tudna repülni. Tehát itt állítólag ez egyáltalán nem egy olyan fajta repülés, ami egy automatikus dolog, és a pilóták csak dísznek vannak, hogy beavatkozzanak, hogyha valami nem megy. Ha jól értem, itt ez eléggé pilóta igényes feladat, és közben úgymond az utastérben ült a négy hát küldetés specialista, mission specialist címmel ellátott személyzet, akinek a tagjairól beszélünk. Majd, de akkor ezt akarom kérdezni, hogy oké, szóval így néz ki ez a repülés, de hogy hány példány van ebből? Tehát ezt Unity-nek hívják, de hát az, hogyha naponta akarnak röpkedni, azért azt feltételezi, gondolom, vagy remélem, hogy legalább azért van még kettő, három, vagy lesz több ilyen űreszköz. Vagy erről lehet tudni valamit, hogy most hogy állnak? Hát én most ezt... Ennek nem néztem rendesen utána, de én úgy tudom, hogy legalább három darab készül. Aha, igen. Én is valami ilyesmit hallottam, még, vagy egy videóban láttam, még nem is olyan rég. Tehát ez azért kell, mert jelentkező van bőven, ugye a pletykák szerint, mert ez nem egy nyilvános adat érdekes módon, de valami nagyságrendileg 250 000 dollárért lehet venni jegyeket,
Úgyhogy egyébként, amit beírta a Facebook posztunkra, a Tilos Rádió Facebook oldalára, Juhász Tibor beírta, hogy valóság lett az amorfördögöktől az a sor, a dalszöveg sor, hogy elérhető szórakozás a fapados űrutazás. Hát annyiból elérhető, hogy valóban már 700-nál is többen vettek jegyeket, de azért a 250 000 dolcsi azért az még mindig egy kemény pénz. De hát a Virginesek azt mondják, hogy ez csak az első lépés egy olyan hosszú úton, amikor majd mindenki számára elérhetővé teszik az utazást az űrbe. Ez azért még mindig jóval olcsóbb, mint egy orbitális űrrepülés. Hát igen, igen. Ami több 10 millió dollárba kerül. Úgy tudom, hogy most körülbelül 50 millió dollárba is belekerül egy orbitális űrrepülés. Igen. Igen, és egyébként ugye ezt az egészet, ami most történik, ezt a sajtó ugye úgy állítja be, hogy ez a eléggé el nem ítélhető módon, hogy ez a milliárdosok űrversenye. Ugye? Igen. Most mi ez az egész? Ez is tényleg egy verseny? Vagy ez most csak véletlenül? Ez most egy verseny, mert Branson utána jelentette be, hogy repülni fog, miután Jeff Bezos bejelentette, hogy július 21-én a Holdra szállás évfordulóján fogja megjárni a világűrt. És erre Richard Branson azt mondta, hogy ő pedig 10 nappal hamarabb fog repülni. Úgyhogy ez most közöttük ilyen verseny, és még ott van Elon Musk, aki még nem jelentette be, hogy az űrbe fog utazni, viszont ott van, most ő is. Az bejelentette, hogy a Marson fog meghalni. Igen, igen. Vagyis, hogy ezt te lehet, hogy ezt csak nem tudom, mennyire gondolta komolyan, de... De azt mondta, hogy nem, a zuhanás közben. Na, szóval Elon Musk is most ott van Spaceport Amerikán, és ott bulizik Richard Bransonnal, és ünnepli a mai történelmi pillanatot. Hú, ezt nem is tudtam, de azt tudtam, hogy óriási nagy sztárparádéval készültek, mert azért megadták a módját, ugye a YouTube-ban élőben követték, ugye amit sokan néztek, csak én nem, de például te vagy Rakétafüst kolléga élőben nézték, és ugye, és láttam, hogy, vagyis utólag azért láttam a screenshotokból, hogy azért itt volt sztárparádé rendesen, tehát eleve maga Stephen Colbert, aki az Amerika egyik legnépszerűbb ilyen late night show-jának a házigazdája, volt a műsorvezető, mert persze az is kell ehhez, műsorvezető, és akkor utána ott helyben, a leszállás után nem sokkal egy nagy koncert volt ott helyben, a déli sivatagi vizében, ott a Új-Mexikóban, ott a szabad ég alatt, egy fedetlen színpadon, meg ott álltak, tapsoltak az emberek. Hát nem tudom, miből vannak, ott a Truth or Consequences nevű település közelében, de minden esetre elég bizarnak tűnt így, hogy ott a sivatagi napsütésben egy ilyen koncert, de hát biztos jó buli volt, hát az Elon is elment, hogy ő gondoskodik, nyilván ő is maga körül a jó hangulatról. Na most akkor mi van? Ja igen, de egyébként ez cuki volt, hogy megkérdeztek a Jeff Bezost is, meg ezt a Bransont is, hogy ez egy verseny. És mondtuk, hogy nem verseny, de azért mégis elmondták, hogy hát igen, de hogy azért a Bezosnak a rakétája az magasabbra repül, mert a 100 kilométer. Igen, de ezek tényleg ilyen bagatell. Nagyon, ez nekem nagyon nem tetszik ez, hogy Jeff Bezosék azt tweetelik, hát, hogy a világűr úgyis 100 kilométeren kezdődik, és Branson csak 88 kilométerre repült. Hát amúgy az utazási élmény az nagyjából ugyanaz, tehát nyilván aki kinéz az ablakon 80 kilométerről vagy 100 kilométerről, az kb. Ugyanazt látja, viszont ha már utazási élmény, akkor az egy gyökeresen más élmény egy rakéta repülőgéppel felszállni, és aztán kifutópályára leereszkedni, mint a Bezos-féle konstrukció, ami ugye az úgymond a klasszikusabb, ugye rakéta hegyében űrkabin és ejtőernyővel lehuppanni. Ők nem is tudom, ők hol is csinálják ezt? Most Texas. Akartam hirtelen mondani. Ők Texasban, igen, ők Texasban csinálják. Mert a táj az körülbelül ugyanolyan pusztulat jellegű, mint a Truth or Consequences közelében. Na mindegy, hát az biztos, hogy elindult ugye mostantól ez. És azt, figyelj, tudod, mire jöttem rá, hogy
hogy abban az 5 percben, amíg ezek átlépték ezt a 80 kilométeres vagy 50 mérföldes bűvös határvonalat, arra néhány percre 16 ember volt a világűrben, amire még soha nem volt példa. Mert hogy az ISS-en 7-en vannak jelenleg, ott van a 3 kínai, igen, akik a kínai űrállomáson vannak, az összesen 10, és akkor néhány percre csatlakozott hozzá ez a 6 ember, tehát az emberiségnek 16 képviselője volt egyszerre a Földön kívül, amire még soha nem volt példa. Ez mindenki. Mondjuk kell a hallgatóknak egy kicsit ezt a vitát, vagy ezt a, hogy, hol, hogy vajon hol kezdődik a világűr? Mi az a magasság, ahol a világűr kezdődik? A magyar fizikus Kármán Tódor, ő definiálta ezt először, és ezt Kármán vonalnak is hívják, von Kármán line, ezt a magasságot. El akarod mondani? Hát igen, amennyire értem, igen, tehát hogy most nyilván illene értenem az, mert egyrészt fizikus vagyok, most ezt a Kármánról elnevezett laborban dolgozom. A definíció számomra azért nem teljesen exakt. A definíció, ha jól tudom, az úgy szól, hogy aztól a magasságtól tekintjük világűrnek a világűrt, amikor már a kering az adott, ugye, na, szóval, na, kezdjük előre. Tehát a műholdak azok keringő mozgást végeznek földkörüli pályán, ami tulajdonképpen egy szabad esés. Ami azt jelenti, hogyha elég gyorsan eldobunk valamit, vagy minél gyorsabban dobunk el valamit akár a Földön, annál messzebbre esik le, és hogyha valamit egy adott sebességnél gyorsabban dobok el, akkor az már nem esik le, mert mire leesne, addigra úgymond kifordul alatta a Föld, mert kedves hallgatók, képzeljétek el, hogy a Föld gömbölyű, és akkor viszont azt következne be, hogy körbeér az eldobott dolog, és ez a sebesség határ nagyjából ilyen alacsony magasságok közelében, mondjuk a Föld közelében is ennyi lenne, ha nem lenne légkör, mert ugye a légkör lassítja, és majd mindjárt erről fogunk beszélni, de hogy egyébként alacsonyabb, mondjuk, mit tudom én, 100 km környéki magasságokon, ez nagyjából 8 km másodpercenként, úgy is hívják, hogy első kozmikus sebesség. Tsiolkovszky így nevezte, hogy első kozmikus sebesség. Második az, amikor már nem is körpálya, hanem még úgy elmegy, hogy már nem is körpályán van, hanem elrepül egy hiperbolapályán, vagy egy parabolapályán, vagy még gyorsabb sebesség, egy hiperbolapályán jó messzire, vagy vissza se nézel már többé. Na most ez a 8 km per másodperces körpálya sebesség, ez tehát egy olyan érték, ami ahhoz kell, hogy úgy eldobjunk valamit, hogy szabad esés végzése közben ne essen le. Most egyébként persze a dolgokat fékezi a légkör, még hogyha ritka is a légkör. És akkor persze más kérdés, hogy a repülők mozgásához, meg nyilván ahhoz, hogy a repülő, egy sugárhajtású repülőgép például, az tudjon szépen repülni, ahhoz olyan gyorsan kell mennie, hogy a felhajtó erő, a szárnyakon ébredő felhajtó erő, az képes legyen úgymond vízszintesen tartani, tehát magyarul, hogy a repcsi ne essen le. Na most nyilván minél ritkább a légkör, annál gyorsabban kell repülni, hogy elég felhajtó erőt termeljünk ahhoz, hogy a cuccunk ne essen le, értelemszerűen. Tehát nyilván ezért van az, hogy minél magasabbra mennek a repülőgépek, tulajdonképpen, ha repülőgépként akarnak repülni, akkor annál gyorsabban kell repülniük, hogy ehhez szükséges felhajtóerőt megtermeljék. Na most a Kármán vonal az a bűvös határ, ami fölött már a repülőgépnek annyira gyorsan kéne repülni, már annyira ritka ott a levegő, annyira gyorsan kéne repülnie a repülőgépnek ezen a vonalon, hogy a megfelelő felhajtóerőt a nagyon ritka légkörből megtermelje, hogy az már nem éri meg, mert az a sebesség már megegyezne a körpálya sebességgel, tehát onnantól kezdve az a repülőgép már nem is repülőgépként repülne, vagyis felhajtóerő által hajtott berendezésként, hanem egyszerűen már pályára állna, tehát már 8 km per másodperces sebességgel kéne repülnie ahhoz, hogy repülőgépként felhajtó erőt tudjon termelni, ami hülyeség, mert akkor már legyen belőle műhold. Ugye? És akkor valahogy kijön, és hogy ennek a magasságnak olyan nagyjából 100 km környékén kell lenni, azért nagyjából, mert nyilván ez a légkör pillanatnyi sűrűségétől függ, sőt, még szerintem attól is függ, hogy milyen eszközzel csináljuk. Na, hát ez hosszú volt, hogyha most szusztanok egyet, hogy vedd át a szót. Szóval én így értelmezem, hogy ez a Kármán vonal. De itt el kell mondani azt,
hogy pont ez a Kármán vonal, ez nem 100 kilométeren van, hanem körülbelül 80 kilométeren. Ja, értem. Ja. És erről cikkek is készültek. Én erről Jonathan McDowell-től olvastam egy cikket, és ő ottan abban a cikkben bedefiniálta, hogy a világ magassága 80 kilométer. És 80 kilométer a NASA szerint is, az amerikai légierő szerint is, az FAA szerint is, úgyhogy azok az emberek, akik magasabbra kerülnek 80 kilométernél, ezek az emberek astronautáknak lesznek nyilvánítva. Viszont a nemzetközi légi igen, az FAI szerint igen. Ez 100 kilométer. Így és, van. De és ők is Kármán Line-nak hívják. Ők is ennek hívják. Ugye, ez ezt mondja, hogy nem egyértelmű a definíció. Ők egy nagyon ilyen round number. Ja, értem, hogy egy kerek számot akarnak. Kerek számot akartak, úgyhogy úgy lett bedefiniálva 60-as években, vagy 1960-ban, ha jól tudom. Igen, de a Kármán, tehát az a vicc, hogy ahhoz, hogy ezt kiszámold, ahhoz ugye szükséges a felhajtóerőnek a képlete, és a felhajtóerő képletében szerepel egy olyan, hogy lift coefficient, ugye? Tehát ez a, ez a felhajtóerő együttható, ami viszont függ attól, hogy mivel végzed a repülést. Tehát ezért mondom, hogy ez szerintem már definíció szerint sem lehet egy igazán szabatos definíció, mert az a lift coefficient, ez egy, mit tudom én, egy kocka alakú repülőeszközre nyilván tök más, mint egy Concorde alakú repülőeszközre. Tehát, hogy na mindegy, jó, biztos van valami szóval elméletileg jobb érték. Szóval az van, hogy akik a Richard Branson repülőjén fognak repülni, azok Amerikában asztronauták lesznek, de lehet, hogy máshol nem. De hogyha a Jeff Bezos rakétáján repülnek, akkor mindenütt asztronauták lesznek. Igen, most itt, amikor visszajöttek a repülésről az embereink, akkor ugye ilyen rituálé keretében meg is kapták a kis asztronaut badge-üket, kitűzték ezt a kis valamit, ami egyébként hajaz arra, amit egyrészt a NASA űrhajósok megkapnak a repülés után aranyból, az a kis astronaut pin, ugye nyilván a dizájnja hasonlít ehhez, de egyébként a légierőnek is van egy ilyenje, hogy Astronaut of the Air Force, amit azok a pilóták kaptak meg annak idején, akik ugyanezt a határvonalat, az Air Force is az 50 mérföldet mondja egyébként. Tehát az 50 mérföldes vagy 80 kilométeres, ez ugyanaz amúgy, tehát nagyjából. Tehát 8-5 kilométer egy mérföld. Tehát, hogy akik ezt átlépték, és a légierő kötelékében szolgáltak, azok megkapták az Air Force Astronaut Wings nevű kitüntetést, amit büszkén viseltek. Most ennek az ellenpélda volt szegény Neil Armstrong. Neil Armstrong például egyike volt azoknak az X-15 pilótáknak, akik felmentek ugyanolyan magasra, ugyanabban a programban, ugyanazzal a repülőgéppel, még mielőtt a Neil Armstrong a NASA űrhajós csoportjába belépett. Tehát igen, arról... X-15-nek hívták. Igen, X-15, így van. Így van, és ugye még mielőtt, ugye ugyanaz a csávó, aki az első ember lett a Holdon, de még mielőtt beállt a NASA kötelékébe 1962-ben, még előtte ő már NASA alkalmazottja volt, tehát egy civil alkalmazott, de ebben az X-15 programban repült, és el is jutott egyébként abban a magasságban, de mivel nem volt az Air Force tisztje, ezért ő nem kapta meg az Air Force Astronaut Wings-et, tehát még Amerikán belül is tök más, hogy melyik szervezet mit ismer el. Na igen, szóval nehéz dolgok ezek. Persze egy teljes mértékben meddő és idióta vitáról van szó, és akkor a jogászok ott vannak még, a jogi körökben egyébként nagyon nagy divatja van a funkcionalizmus elvének, akik egyszerűen azt tekintik űrbeli közlekedésnek, ami orbitális mozgás, tehát szabadesési mozgás, tehát nem a magassághoz kötik, hanem a mozgás jellegéhez kötik. Most tőlem, mint fizikustól, aki számára az űr egy fizikai környezet, ez nyilván tök távol áll, de egy jogásznak, ugye mondjuk, hogyha akár 1000 kilométerre fölmész, de valami más módon, mondjuk egy űrlifttel, akkor szerint a definíció értelmében mondjuk az nem lesz űrutazás, mert hogy nem egy keringő mozgás, ugye? Na, mindegy, hát
Jó. Érdekes dolgok ezek. De hát az űrjog az megérdemel egy külön adást, de most ne ezt az adást, mert inkább nézzük igen. meg, hogy kik mentek ma föl. És figyelj, itt van valaki, aki számunkra érdekes lehet, ugyanis megbeszél, hát ő Richard Branson. Richard, akarsz Richard Bransonról mesélni valamit? Hogy, mert én majd mesélek az egyikről, mert nem rá gondoltam, de nyilván Richard Branson itt a főszereplő. Róla mit kell tudnunk? Hát Richard Branson alapította a Virgin Lemez céget, lemezgyárat. Az eredetileg egy lemezgyár volt a Virgin? Igen, igen. Ezt nem is tudtam. És aztán később megalapította, úgyhogy nagyon hamar milliómos lett, aztán megalapította a Virgin Atlanticot, ami a British Airways-szel megkonkurált Atlanti óceán Amerika Nagy-Britániával összekötő légitársaság volt a Virgin Atlantic, és aztán később megalapította a Virgin Galacticot. Úgyhogy ő egy milliárdos, egy kalandor, és hát így egy nagyon jó fejnek látszik. De egy ször, látod, hogy ő egy ször, Sir Richard Branson, igen. tehát egy igazi brit nemes, tehát lehetséges, hogy az első ször, aki eljutott a világ űrbe. Na, hát alig, ha nem. Senki más alig, nem. Hát most azon gondolkoztam, hogy hát ha Chris Hadfieldet esetleg, aki ugye kanadai, tehát a második böskének egy alatvalója, ugye, őt mondjuk illene lovaggá ütni, de egyrészt szerintem ez nem történt meg, másrészt pedig ő nyugdíjas már, ugye mindenki kedvenc űrhajósainak egyike azért, mert ő egy jó fej, ugye ő volt az, aki a Ground Control to Major Tom feldolgozást csinálta a gitárjával az ISS-ről. És ott volt a mai műsorban. Így van, ő volt a szakértő. Igen. Igen. Na, de hogy szóval ő lehetne esetleg egy Sir, de szerintem nem az, úgyhogy akkor a Sir Richard Branson lehet itt az első, a kékvérű, vagy hogy mondják ezt. Angol, egy igazi angol nemes ember jutott ma el a világűr határán, túlra vagy innen, ugye ez már mindegy szőrszál hasogatás. Viszont ez nagyon érdekes, hogy ez egy lemez cégből indult ki. Komolyan úgy látszik, egy kő alatt éltem, de már amikor én kicsi voltam, akkor a Virgin Airlines például működött, tehát én amikor ovis voltam, akkor kaptam olyan Matchbox Boeing 747-est, amire az volt ráírva, hogy Virgin. Tehát, hogy akkor már a Virgin, mint repülő cég is, meg mit tudom én, mi mindent forgalmazott. Tehát én is mindig is gondolkoztam, hogy ez honnan indult. Úgyhogy tök jó, hogy ma ezt is megtudtam. És akkor akik ők elkísérték ezt a Bransont, ugye ma beszéltünk a két pilótáról, akkor beszéltünk magáról Richard Bransonról, és akkor itt volt még ugye a fedélzeten egyrészt Beth Moses, akinek a férje is ott dolgozik a cégnél, és ő maga is, tehát egy Virgin Galactic házaspár egyik tagja, aki egyébként egy Chief Astronaut Instructor, tehát hogy ugye Virgin Galactic szóhasználatban, hogy ugye hízelegjenek a kuncsaftoknak, mindenkit astronauta néven referálnak, aki befizet hozzájuk és feljut az űrbe. Tehát ő az astronaut instructor, az azt jelenti, hogy a Beth Moses annak a részlegnek a főnöke a Virgin Galactic-nál, aki tulajdonképpen a jelentkezőket fölkészíti az űrrepülésre. Itt most nem kell olyan szigorú orvosi dolgokra gondolni, mint amikhez a hivatásos űrhajósoknál, vagy akár egyébként a földkörüli űrturistáknál hozzászokhattunk. Ugye mi, akik ugye gyakran járunk oda. Na, szóval, hogy ő egy ilyen. És akkor a másik résztvevő, az meg egy lead operations engineer, a Colin Bennett, ez egy csávó, akinek az volt a dolga, azt mondja, hogy a kabin vagy az utastér felszerelését értékelje ki. Most az utastér felszereléséhez hozzátartozik egy bazi nagy tükör, ez látható is volt egyébként a közvetítés során, hogy a kabin hátuljában van egy ilyen marha nagy, ilyen nem tudom, másfél méter, nem az, annál nagyobb, annál kisebb, de hogy valami jó nagy átmérőjű tükör, aminek egészen konkrétan az az értelme, hogy maguk, az utasok is lássák magukat lebegni.
ahogy ott szabadon lebegnek, hogy nehogy ők lemaradjanak arról az élményről, hogy ők hogy néznek ki, ahogy a kabinban lebegnek. Tehát ez már itt a tényleg ez itt már a narcisztizmus csúcsa. Na mindegy, és akkor aki viszont számunkra szerintem érdekes, a Sirisa Bandla, aki a Virgin Galactic-nak az alelnöke, az egyik, mert több van nyilván, de az az alelnök, aki a Research Operationsért felelős, és azt mondta az interjúban a start előtt, amit még láttam, mert akkor még itthon voltam, azt mondta, hogy a Virgin Galactic az lehetőséget fog biztosítani a kutatóknak is, hogy kísérleteket tervezzenek erre az eszközre, és repüljenek a kísérletükkel. Tehát, hogy lesznek ilyen projektek, ahol például cégek, vagy egyetemek, vagy akár maga a NASA vásárolhat helyeket, és lehet repülni, kísérleteket kísérni tulajdonképpen ezekre a repülésekre, és ezt ő maga értékelte ki. És tudod, ki lesz az első ilyen, aki fog repülni? Biztos tudod, de az első olyan mindannyiunk számára ismert kutató, aki egy ilyen Virgin repülésen fog utazni, mint kutató. A Pluto misszió. Igen. Jaj. Igen, rá gondoltunk. Alan Stern, aki persze minden lébenkon áll, és mindenhol ott van, és valóban a Pluto, a New Horizons Pluto küldetés egyik vezető kutatója volt, és ő már elkottyantotta, hogy ő is majd fog repülni így, mint kísérő kutató. És hát ugye nyilván azért, persze, azért azóta nyilván te is, Norbi, biztos gondolkoztál azon, hogy milyen kísérletet lehetne javasolni, ami jó ürügyül szolgálhatna ahhoz, hogy mondjuk te vagy én, vagy akár bárki hozzánk hasonló, ilyen kis kutató jellegű képződmény elugorhasson egy ilyenre, anélkül, hogy mondjuk nekünk zsebből kéne a 250 ezer dolcsit kipengetni. Van esetleg valami jó kísérlet ötleted? Nekem nincs, de gondolom kísérleti hidrodinamika az azért jó, hogyha ott van a kísérletvezető. Na igen, hogy igazából ez a nehéz, tehát amikor beszéltük azt az adást, amikor, hát ha nem is űrrepülésen, de azért a stratoszférában már voltál kutatni, azról volt egy adásunk, amikor meg is beszéltük a holdi vízkészlet felfedezése kapcsán, megbeszéltünk veled arról, hogy mindjárt kikeresem az archívumból, hogy melyik rész volt, amikor a Sophia távcsővel fönt jártál a stratoszférában, ami egy Boeing 747-esből átalakított csillagászati obszervatórium, tehát egy kvázi űrtávcső, és akkor kérdeztem, hogy ott például neked mi dolgod volt. Tehát, hogy ott ugye föl szokták ajánlani a kísérő kutatóknak, hogy ott legyenek a fedélzeten. Most annak például egyébként volt bármi értelme? Tehát, mert talán ott igen? Annak akkor lett volna értelme, hogyha megfigyelés nélkül valamit prioritizálni és döntéseket hozni, hogyha nem simán mennének a dolgok. Viszont mivel, hogy simán mentek a dolgok, nem volt szükség semmi hirtelen döntésekre a repülőn, úgyhogy maga az a mérés nélkülem is mehetett volna, lefolyhatott volna. Hát igen. Igen, igen. Na ez az, de ráadásul ez egy több órányi hosszú valami volt. Most az, hogy 5 percre fönt vagy az űrben, most vagy 3 percig tart a súlytalanság, most nyilván a kísérlet az a súlytalanságban érdekes, ugye? Tehát az van, hogy az egész egyébként nagyjából másfél órás caklipakli repülés az egésszel, hogy felszáll a hordozó repülő és leenged és fölmész meg vissza, de hogy ami ebből konkrétan úgymond a világűrben és a súlytalanságban zajlik, az körülbelül 3 perc. És hát akkor az a kérdés, hogy az alatt most mit tudna beavatkozni bárki. Tehát azért egy kicsit nagy különbség persze a biológiai kísérlet, amikor ugye maga a kísérletvezető lehet mondjuk a kísérleti alany is, mert arra kíváncsi, hogy mi történik vele, vagy amit én mondtam, ugye, hogy ami nekem felmerült, hogy például mennyire jó lenne, ezt talán nem is mondtam az egyik adásban, de nekem azóta ez így beakadt, hogyha valaki mondjuk tervezne egy újfajta űrvécét, és ki akarná próbálni.
még mielőtt fölviszik valami hosszú repülésre, mondjuk az űrállomásra, és akkor kéne szerezni valakit, aki arról nevezetes, hogy parancsra bármikor 3 perc alatt tud termelni valamit, hogy rendesen 3 perces súlytalanságban ki lehetne próbálni, hogy hogy működik a WC, és ez tökéletes ilyen humoros science fiction alapanyag lenne, hogy valaki azért jut föl a világűrbe, mert ez a szuper képessége. És akkor 3 perc alatt végrehajtja a dolgot, kiértékelik, hogy jól működik az űr-WC, és ha jól működik, akkor mehet az űr-WC a fél éves mars utazásra. Mert ugye a parabola repüléseken, amin én voltam olyanon, ott úgy, azok ugye alacsonyabb magasságban zuhanó repülőgépek, és mivel alacsonyabb magasságban zuhannak, ezért nem zuhannak olyan sokáig, tehát ott olyan nagyjából 21 néhány másodpercre lehet csinálni súlytalanságot, ami nagyon menő, de hát az azért nem elég például egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen munkafolyamat kiértékeléséhez. Szóval az a baj, hogy ennél jobb lehetőség nem jutott eszembe, de most ezért nem állnék neki űr-WC-t tervezni, szóval bárkinek bármilyen megvalósítható kísérlet ötlete van, az sürgősen írjon a sokolebresztó@gmail.com-ra, vagyis sokolebresztó@gmail.com-ra. Na, hát igen. Bocsánat. De itt még azért... Beszéljük meg, hogy mennyire lehet kényelmes egy ilyen repülés. Hogy mennyire rázhat, és mekkora túlterhelések vannak rajta. Most ez ilyen nagyon simának tűnik, mert az űrhajó ott lóg a teherrepülőgépen, az a repülőgép szépen lassan felszáll, szépen lassan felemelkedik, körülbelül 13,7 vagy 14 kilométeres magasságba, és hát ott közben kiértékelik, hogy minden rendben van-e, és utána a teherűrhajó, vagyis a teherrepülőgép a VMS Eve elengedi a VSS Unity-t. És abban a pillanatban a VSS Unity, miután el lett engedve, bekapcsolja a hajtóművét, a motort. És ez a motor, ez körülbelül 60 másodpercig megy. Viszont én úgy tudom, hogy a tesztrepüléseknél ez a 60 másodperc nem volt mindig teljesen kellemes, mert a Spaceship Two úgynevezett hibrid hajtóművet használ, ahol ami se nem folyékony, se nem szilárd, de az üzemanyag az szilárd, viszont folyékony oxigén megy a szilárd hajtóanyaghoz. És ez olyan dolgok történtek, ezt a szilárd hajtóanyagot, ezt képzelhetjük valamiféle ilyen guminak, vagy valami olyannak. És ami történt az égésnél, hogy ebből ilyen darabkák szakadtak le, és amikor ilyen darabkák szakadtak le, akkor úgy rendesen megrázta az űrhajót, és a pilóták erre azért eléggé panaszkodtak még el, az első tesztrepülések során. Nem tudom, hogy ez a probléma mennyire lett megoldva, viszont ez nem volt annyira kellemes. Te erről tudsz valamit, Miki? Nem, én erről most hallok igazából először. Amiről tudok valamit, az az, hogy bár nem tudom, ez mennyire tér el a témától, de hogy azért ezekkel a hajtóművekkel a fejlesztési folyamatban is komoly bajok voltak, olyannyira, hogy halálos baleset is történt. Tehát azt jól mondtad, hogy jó sok idő eltelt azóta, hogy a Virgin Galactic-nak amúgy egyébként ugye az a Spaceship One, amit emlegettél, ami annak idején elnyerte az Ansari X-díjat, és most jelenleg Washingtonban van kiállítva az Air and Space Museumban, az ugye még a Scaled Composites nevű cégnek volt a terméke,
amit Burt Rutten, így van, bizony, és akkor azt fölvásárolta egyébként a Branson féle Virgin Galactic, vagyis akkor alapult meg a Virgin Galactic, tehát a Virgin az valahogy így megvette ezt a kezdeményezést, és akkor utána neki láttak fejleszteni, és ahhoz képest nem telt olyan sok idő, hogy már megépítették ezt a Spaceship Two, de 2014-ben, vagyis hát azért az már jó sok éve volt, 2014-ben, 7 évvel ezelőtt történt egy halálos baleset. Ugye? Tehát, hogy a Unity-nak az elődje, ami ma repült, volt a VSS Enterprise, ami egy kísérleti példány volt, és pont ezzel a hibrid hajtóművel volt egy olyan probléma, hogy egy kísérleti repülésnél felrobbant az egész hóbelevanc. A probléma ott más volt, a probléma az hogy meg ez az űrhajó, amikor nagy magasságban van, és amikor tér vissza, akkor így a szárnyai így fölmennek, és ezt ilyen feather, vagyis toll múlt meg. Igen, igen, igen. És a pilóta ezt a módot így kibiztosította. És akkor emiatt történt a katasztrófa, úgyhogy ez egy pilóta hiba volt. Ez nem igen, az pilóta hiba volt, igen, 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 csak persze valóban akkor tesztelték először ezt a fajta hajtóművet, de igazad van, hogy itt igazából nem pilóta hibára vezethető vissza, és egyébként az egyik pilóta meghalt, a másik pedig túlélte, csak nagyon, nagyon megsérült. Szóval ez persze nyilván rengeteg, ezt nagyobb-nagyban visszavetette az egészet, mert már egyébként 2014-ben, akkor ugye még Kaliforniában, a Mojave-sivatagban volt ez a teszt, tehát akkor még nem is létezett ez az új Spaceport America, az új mexikói. Szóval, hogy igen, ott voltak gondok a fejlesztés során, és akkor, akkor onnantól kezdve hiperóvatos tempóra kapcsoltak. Még itt elmondhatjuk azt is, hogy ez az űrhajó amúgy nem ér el annyira nagy sebességet. A maximális sebessége Mach 3 visszatérésnél, ami sokkal, de sokkal kisebb sebesség, mint amit az űrhajók érnek el, amikor térnek vissza a légkörbe a föld körüli pályáról. Uh-huh. Úgyhogy a Mach 3 ennél vannak katonai repülőgépek, amik elérik ezt a sebességet, úgyhogy az ilyen szuborbitális ugrásokhoz nincs szüksége annyira nagy sebességre. Igen, tehát ez a hangsebesség háromszorosa, hogyha valaki a Mach számokkal nem lenne tisztában, az most már tudja, hogy Ernst Mach német fizikus tiszteletére egy Machnak hívjuk a hangsebességet, ami egyébként, vagyis a sebességnek és a hangsebességnek az aránya a Mach szám, és amikor az egy, az azt jelenti, hogy éppen annyival megyünk, mint a hang, ami persze magasságfüggő, tehát nyilván a légkör fizikai állapotától, sűrűségétől, hőmérsékletétől, még páratartalmától is függ, hogy éppen mennyi a hangsebesség, és nyilván egyébként ráadásul minél magasabban vagyunk, annál lassabban megy a hang is egyébként. Úgyhogy igazából valóban nem olyan brutálisan gyorsak ezek az eszközök ahhoz képest. Ez tényleg egy kicsit meglepő lehet. Na jó, hát akkor elindult ez, és nyilván majd legközelebb beszélni fogunk a következő nagy akcióról. Július 20-án lesz tehát a milliárdosok űrversenyének a következő felvonása. Az mondjuk mindenképp egy érdekes dolog szerintem, hogy kit visz magával a Jeff Bezos, okay, aki ugye egyrészt a tesóját viszi magával, ezt már múltkor megbeszéltük, hogy a tesóját viszi magával, és egyébként ezzel ez lesz az első alkalom, hogy egy testvérpár eljut az űrbe egyszerre. Tehát már voltak már olyan űrhajósok, akik tesók, sőt, ikertestvérek is, de hogy egyszerre fölmennek testvérkék az űrbe, hát ilyen még nem volt. Július 20-án, vagy hát magyar idő szerint az már 21-e lesz az esélyes, lehet, igen, de akkor ez meg fog változni. Viszont azóta gurított egy nagyot a Jeff Bezos a PR fronton, mert megnevezte, hogy egy 82 éves kísérő is lesz ezen a repülésen, vagyis utas, aki nem más, mint Wally Funk, vagy Wally Funk, aki ezzel a legidősebb ember lesz, aki a Kármán vonal fölé jut, simán ráverve John Glennre, aki ugye 77 évesen ment föl második űrrepülésére a Discovery fedélzetén 1998-ban, amikor még kicsik voltunk. Wally Funk viszont hát szintén egy legenda,
egy űrlegenda, ha úgy tetszik, vagy hát mindenképp egy aviation pioneer, vagy egy ilyen rep, tehát és egy nő, hát ezt nem tudom, mondtam el, szóval egy hölgyről van szó, és hát róla ugye lehet tudni dolgokat, én nem tudok róla sokat, benned bízok, Norbi, hogy mit kell tudnunk Wally Funkról. Hát azt, hogy benne voltál az úgynevezett Mercury 13-ban, és lehetett volna egy női űrhajós, hogyha abban az időben a NASA úgy döntött volna, mint ahogy az alternatív realitásban, amiről 2 hete beszéltél. Úgyhogy ő 1964-ben részt vett egy űrhajós tréningen, mert NASA akkor azt fontolgatta, hogy női űrhajósokat is fognak az űrbe küldeni, és erről valamiért a NASA aztán később lemondott. És most, 60 évvel később, Wally Funk valóban elrepül a világ űrhatárára. Bizony. Sőt, ugye az már ugye nemzetközi definíció szerint is mindenféle elképzelhető Kármán vonal definíciónál magasabbra jut. Most egyébként a NASA interpretációjában úgy néz ki ez a Mercury 13 történet, hogy az igazából nem is az ő projektjük volt, hanem a Lovelace klinikának a magánprojektje, ami ugyanaz a klinika volt, akit a NASA megbízott, hogy a Mercury űrhajósokat, a férfiakat válogassa ki, és akkor ennek a vezetője a maga Randy Lovelace egyébként. Doktor tábornok, vagy kicsoda, ugye? Ez egy katonai bekötésű magánklinika volt az a Lovelace klinika, szóval nem is tudom, igazából érdekes itt az amerikai egészségügyi rendszer minden szempontból. Na, de hogy ez az ő ötlete volt, hogy nőket, és ha már kidolgoztuk ezt a Mercury űrhajós kiválogató izét, meg centrifugát, meg mindenféle ilyen dolgokat, hogy mi minden fiziológiai tesztelésen kell végigmenni, hogy valaki bekerüljön az űrhajós csoportba, akkor nézzük meg, hogy nők hogy reagálnak erre. Hát a nők csodálatosan reagáltak rá, tehát tényleg 13 nőt sikerült összeszedni, akik átmentek ezeken a brutális teszteken, és sokan közülük jobb eredményekkel, mint bármelyik Mercury űrhajós. De a NASA aztán ugye hivatalosan nem kért a dologból, pedig azért mondom, hogy ez a NASA egy kicsit kihátrál a dologból, mert kétségtelen, hogy a kiválogatás folyamatában a NASA intézményei is részt vettek, mert például a Lovelace klinikának centrifugája, amit emlegettünk, az nem volt. Tehát a NASA és a légierő kellett ahhoz, hogy egyáltalán kiválogassák ezt a 13 nőt, tehát nem igaz, hogy semmilyen szempontból nem volt benne a NASA, de mostanában úgy igyekeznek csomagolni a dolgokat. De egy biztos, hogy most akkor végül is hát ez egy gyönyörű megfejtés lesz, hogy a New Shepard nevű rakétán, vagyis az igazi 7 Mercury űrhajós közül az elsőnek űrbe jutó űrhajósról elnevezett rakéta hegyében ott lesz a Mercury 13-nak nevezett csapatnak az egyik tagja. 82 évesen, ez fantasztikus. Na jó, de erre majd még úgyis visszatérünk, viszont itt az adás vége felé még mindenképpen beleolvasnék azokba, hogy milyen jó kis üzeneteket kaptunk, és akkor erre valamit reagáljunk. Az egyik egyébként Péternek a kérdése volt, amit becsattant az e-mail fiókunkban, aki azt kérdezi, hogy azt mondja, hogy nagyon érdekelne, mi annak a pár hónapos hírnek az utóélete, miszerint az önjáró kínai holdszonda valamilyen érdekes zselés anyagot talált a hold túlsó oldalán, vagy ez csak kacsa volt? Na, hát ezt kérdezte Péter, utána néztem a dolognak. Egyébként engem is meglepett, hogy amire ő is azt mondja, meg én is úgy értelmezem a világot magam körül, hogy az pár hónapja volt. Nos, igazából az már régebben volt, mint pár hónap, tehát az a történet, az bizony 2019-es, ugye akkor történt az, hogy leszállt a Jutu 2 nevű űrszonda a világtörténelemben először a hold túlsó oldalára, és a hold túlsó oldalán azóta is működik, idestova már 905 napja, és még mindig tökéletesen üzemel, tehát ez egészen elképesztő, ez csak úgy zárójeles megjegyzés, de már pont ugye annak idején valóban, amikor leszállt ez az önjáró, hát némileg azért távirányított, de részben önjáró valóban, ez a kis rover, ami a hold túlsó oldalán üzemel, ugye 2019 júliusában tette azt a felfedezést, hogy az egyik felvételén,
egy olyan anyagot láttak, amit aztán úgy írtak le a kínai nyelvű izék, űrhírforrások, ami hát valahogy elvileg úgy van, hogy hát valakinek ez talán segít, nem tudom, hogy Zhao Zhuanghu, ami elvileg azt jelenti szabad fordításban, hogy gél vagy zselészerű anyag, de igazából aztán utána megvizsgálták, és pont 2020 júliusában, tehát már egy éve megjelent a tudományos közlemény a témáról, az Earth and Planetary Science Letters nevű tisztességes tudományos folyóiratban, hogy megnézték alaposabban ezeket a felvételeket az elsőre zselészerűnek tűnő, amennyiben a fordítás helyes, anyagról, és ráadásul a spektrométert is odafordították, hogy megállapítsák, hogy miből van, és lényegében arra jöttek rá, hogy ez egy ilyen zöldesszerű anyag, ami viszont nem zselés, csak úgy néz ki, igazából itt olvadt üvegdarabokról van szó, ami nagyon hasonlít ahhoz, mint ami Norbi emlékeim szerint neked is van otthon tektited, ugye? Ezt jól emlékszem? Hogy egyszer voltunk együtt egy jó kis csillagásztáborban, és te vásároltál egy tektitet magadnak a szlovák meteoritika egyik kiemelkedő alakjától. Vásároltunk ott minden, ott hagytunk egy csomó pénzt, vettünk meteorit darabokat, igen, és vettél te egy tektitet. Te el tudod mondani, mi az a tektit? Úgy szakszerűen, mint tektit tulajdonos. Hát, hogy te jobban el tudod mondani, mi az. Szakszerű, de amikor egy nagyobb meteorit becsapódik a Földbe, akkor az anyag, amit az kilök, az átrepül az atmoszférán, és nagyon-nagyon nagy hőmérsékleten van ez az anyag, ami is összekeveredik a földi kőzet, a meteorittal, miközben ez repül az atmoszférán, vagy tulajdonképpen az átrepülő földi kőzet, ami nagyon nagy hőmérséklet, van, akkor fölmelegítve repül át az atmoszférán, és aztán lezuhán pár száz kilométerrel odébb azok a tektitek. Igen, és miközben ez történik velük, ugye összepréselődnek a nagy nyomástól, meg átizzanak, és akkor ilyen üveges szerkezet lesz, ugye, mert hogy a homokból is mi történik, ha jól fölhevítjük, hát üveg lesz belőle, és emiatt egyébként tényleg ilyen zöldes jelleget tudnak ölteni, bár a tektited emlékeim szerint rég láttam már, az olyan feketés, de vannak egészen zöldes színű tektited is. Igen, és azok úgy néznek ki, mint ilyen amorf üvegdarabok, egyébként pont olyanok, mint amik egy üvegfújó műhelybe, a selejtbe ott kikerülnek, csak ezek természetes képződmények, amik tényleg meteor becsapódások miatt. Hát a Holdon ugye nem nincs légkör, de ott is kialakulnak ilyen üveges szerkezetek, az Apollo holdkőzetekben is lehet ilyeneket találni, a Bradshaw-ban egymásnak préselődnek nagy erővel különböző kőzetek, amikor jön egy becsapódás, és akkor tényleg ilyen olvat üveg keletkezik lényegében, és egy ilyet azt mutatják az adatok, hogy hát az nem is zselés, csak úgy néz ki, mintha valami trutyi lenne, de igazából nem trutyi, hanem szilárd anyag az, mégpedig ilyen üveges jellegű dolog, úgyhogy ezt találta ez a megfejtés. Szóval nem kacsa volt egyébként, ezt üzenjük Péternek. Aztán volt még egy ilyen, hogy azt kérdezte, hát az egyik kedvenc törzs hallgatónk, a Tamás. A múltkori For All Mankind-os adásra visszakanyarodva érdeklődött, hogy a Sea Dragonról, illetve a holdbázis tervekről jó lett volna még hallani valamit. Hát ugye a Sea Dragon az a brutális hordozó rakéta, amit ott látunk felszállni, már az első évad utolsó epizódjában is, és aztán nagy szerepe van a második évadban, ami hát a Saturn 5-nél is egy lényegesen nagyobb hordozórakéta, ami annyira nagy, hogy igazából víz alól kell indítani, mert a saját súlyát sem nagyon bírná el, vagy legalábbis nagyon nehéz lenne felállítani. És ez valóban egy létező terv volt, egy 1962-es terv, egyébként az elég excentrikus és különleges Robert Truax nevű mérnök tervezte, aki aztán később olyan dolgokat is csinált, mint gőzhajtású rakéta repülőgép, az Aerojet nevű cégnél dolgozott, és 1962-ben kidolgozta ezt a hatalmas kétfokozatú rakéta tervét,
ami lényegében a vízbe süllyesztve indult volna el, sima, teljesen sima RP1-es kerozin és folyékony oxigén hajtóanyaggal működött volna, és igazából a Saturn 5-nél jóval nagyobb tolóerőt tudott volna biztosítani, amint ezt egyébként helyesen bemutatja a For All Mankind sorozat is. És azzal lehetett volna tulajdonképpen gazdaságosá tenni magát az indítást, hogy nem kell egy, hogy hívják ott indítani, építeni egy nagy indítóállást és ilyen hasonlót, hanem egy hajó elviszi az óceán közepére, a csendes óceánra. Ugye a filmsorozatban Guamból indítják, Guam közeléből, ahol van egy amerikai katonai támaszpont, és akkor egy hajóval odavontatják, besüllyesztik tulajdonképpen a hatalmas rakétát a vízfelszín alá, és akkor ott begyújtják az egyszem gigantikus rakétahajtóművét. És hát ez nem jutott sokáig ez a fejlesztési terv, tehát ez egy tervtanulmány volt 1962-ben, egy ideig valóban érdeklődött iránta a NASA, de nem a NASA-tól származik az ötlet, hanem ettől az Aerojet cégtől, és azon belül konkrétan a Robert Truax-tól, és hát aztán utána elsöpörte ezt az Apollo program, tehát igazából nem jutott sokáig ez a fejlesztési terv, amit szintén kérdezett Tamás, hogy mi a helyzet a holdbázis tervekkel. Hát a holdbázis terveket nem vitte túlzásba a NASA, én úgy látom. Még a NASA előtti időkből találtam egy baromi érdekes tervet, ami eléggé hasonlít arra, ami a sorozatban van, hogy katonai bázist létrehozni a Holdon. Ez volt a Horizon, Project Horizon, ami az 1959-ben vetette fel az amerikai hadsereg. Bőven a Kennedy beszéd előtt volt, még egyszer 1959-es terv. Nem nagyon jutott sokáig, de itt olyan terv szerepelt, hogy 12 katona jusson el a Holdra. Aztán ők is belefutottak abba, hogy igazából semmi értelme nincs annak, hogy katonákat küldjünk a Holdra, mert semmiféle hadászati jelentősége nincs annak, hogy katonák legyenek a Holdon. Úgyhogy igazából ez a projekt sem jutott az első vázlatnál, meg néhány szép festménynél tovább. És a harmadik érdekes kérdés, ami bejött, az pedig Gerinek a levele volt, amit ő madarász sejtésnek hív. Én nem hallottam meg ezt a kifejezést, de magát az elméletet, azt persze hallottam, ami úgy szól, hogy a Fermi paradoxon, amiről beszéltünk néhány adással ezelőtt, tehát a Fermi paradoxon feloldására, vagyis hogy hol van az összes többi földön kívüli lény, az lehet egy értelmes magyarázat egyesek szerint, hogy igazából egy szimulációban élünk. És az egy játékban, egy számítógépes játék lakói vagyunk, és hát azért nincsenek itt a többi civilizációk, mert azokat túl nehéz lett volna lekódolni, leprogramozni. Azt mondom Gerinek, hogy van nekünk a társműsorunk, a Parallaxis Podcast, és annak volt egy adása, amiben ezt a kérdést kiveséztük, hogy a lepke álmodik, engem szimulált világban élünk, ez volt az adásunk címe, ami a 37. Parallaxis Podcast volt, és ez is, mint minden Parallaxis Podcast, visszahallgatható a honlapunkon, ahol egyébként a szokolébresztő adások is visszahallgathatók, ami úgy szól, hogy parallaxis.emtv.hu. De most az adásidőnknek csúnyán a végére értünk már, úgyhogy el is köszönünk a hallgatóktól. 2 hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!